Jó reggelt kívánok 2021. május 17-én, hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, ezt a hetet is veled kezdjük. Úgy szeretnénk elkezdeni a feladatainkat, hogy előtte azt kérjük, te áldj meg minket, te adj erőt hozzá, hogy el tudjuk végezni. Kérünk, hogy a hétvége pihenése hadd váljon épülésünkre. Köszönjük neked azt, hogy volt arra lehetőség, hogy megálljunk, egy kicsit elcsendesedjünk. Köszönjük neked azt a szeretetet, amellyel körülveszel bennünket. Köszönjük azt, Istenünk, hogy hajlandó vagy megszólítani minket. Kérünk, tégy így most is. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből az első 12 verset olvasom a következőképpen. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúcius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsájtották őket. Ők így a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimász, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívtak, megtelve Szentlélekkel, ránézett, és így szólt: Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme, az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, amikor készültem és elolvastam ezt az ige szakaszt, a 13. rész elejét, akkor azt mondtam, nem is tudtam, hogy ilyen is van benne a Bibliában. Mindig tud valami újat mondani. Például, hogy van egy olyan proféta, aki Simeon és Nigernek is hívják. Valószínűleg fekete lehetett. Ott Antiókiában 5 profétát is olvasunk, akiről túl sok mindent azért nem tudunk. Barnabás, Simeon, Lucius, Manaén és Saul. Barnabás és Saul, őket hívja a Szentlélek, rendben van. De sose hallottunk igazából Simeonról, Luciusról és Manaénról. Nem mindenki válik híressé, aki a Bibliában van. És nem minden hívő embernek kell híresnek lennie. Azt azonban tudjuk róluk, hogy böjtöltek és szolgáltak. Egyszerre szolgálnak és böjtölnek is. És ekkor kapják meg a Szentléleknek az indítását. Tudnak Istenre figyelni, és utána kézrátétellel küldik el a szolgálatba azokat, akiket a lélek kiválasztott. Nem valamiféle szabadságra vagy ciprusi körútra mennek, hanem szolgálatot végeznek. Először mennek a zsidók zsinagógáiba, hiszen tudjuk, hogy a zsidóknak templomuk csak egy van, a jeruzsálemi, az összes többi úgymond csak zsinagóga. És elmennek a zsinagógákba, hirdetik a Krisztust. És amikor nem fogadják ezt, akkor fordulnak a pogányok felé. Ez a menetrend. Olyan sokszor majd meglátjuk még ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe. Azonban történik egy olyan probléma, hogy amikor eljutnak egy nagyobb városba, Páfoszba, és ennek a vezetője kezd érdeklődni a hit iránt, akkor ott van egy álproféta, egy varázsló. Rendszerint így szokott lenni. Ha valahol elkezd az Úristen munkálkodni, akkor a gonosz is igyekszik ott munkálkodni. Leginkább azért, hogy lerombolja azokat a építményeket, amiket a Szentlélek felépített lelkileg. Neked ki a varázslód,
Ki az az Elimász, aki próbálja az Úr útját elferdíteni, vagy mi az a varázsló, amelyik próbálja elferdíteni az egyenes utat? Olyasmi, mint amikor valaki erővesz egy iránytűt, és ez az iránytű mutatja pontosan, hogy merre van éjszak. De mihelyst egy mágnest tesznek hozzá, megzavarodik az iránytű, és már nem a pontos irányt mutatja. Ezért kell újra meg újra tisztázni, hogy mi az az irány, ami felé megyek. Nincsenek-e zavaró tényezők, körülmények, amelyek eltérítenek attól az úttól, amelyre az Isten hívott el. Általában adventben szoktuk hallani azt, hogy kiáltó hangja szól a pusztába, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé az ösvényeit, töltsétek fel a mélyedéseket, ami dombaszt faragjátok le, igenis az Úr útjára visszatérni, naponkénti feladata a keresztény embernek. Van-e valami, ami elferdíti az utadat? A Szentlélek vizsgáljon meg és mutasson rá mindannyiunk életében, ha van ilyen. Ha pedig jó úton járunk, azt onnan tudhatjuk, mert azt mondta, akit követünk, az Úr Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus az igazi élő út, akin járva a mennyek országába juthatunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, sokszor letérünk az egyenes útról. Választunk görbe utakat, félszívet, szürke mezőket, és nem igazán akarunk hajlani egyértelműen a fekete vagy a fehér felé, a tiszta döntések felé. Sokszor kell megalkuvónak lennünk, és nem is mindig a saját hibánkból. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem tiszta kezeket emelünk feléd, amikor nem egyenesek az utaink. Segíts nekünk abban, hogy minél inkább tudjunk egyértelműen és tisztán megélni azt a szeretetet és azt a hitet, amelyben te magad vagy a példa. Áld meg, kérünk, az egész hetünket, és legyen meg mindenben a te akaratod. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott napot, áldott hetet kívánunk mindenkinek, mert az Úr előtt nincs akadály.